Folytassuk a programunkat a negyedik lépéssel. A számkitaláló játék továbbra is. Beadhatunk egy tippet. Új játék esetén mindig új tippet kapunk. És töröljük a tipprészt, meg töröljük itt ezt a korábbi tippek felsorolása részt. Most az fog történni, hogy amikor beküldjük a tippet, egy alertet fogunk hívni. És ennek a módját már láttuk az előbb, ugye lesz egy tipp beküldése gomb. Ez a tipp beküldése hol van? Ugye az űrlapon belül vagyunk, és itt van ez a submit gomb. Az egyetlen type egyenlő submit gomb, így is ki lehetne választani attribútum szelektorral, vagy írjuk, hogy JS submit guess. És mellesleg az is fontos, hogy ne töltődjön újra az űrlap, amikor beküldjük. Tehát itt vagyunk a számkitalálóban, és let guess submit button, és JS guess submit, ha minden igaz. Megnézem azért, hogy tényleg azt adtam-e hozzá. Nem, azt írtam, hogy JS submit guess. Nem nagy különbség, de amíg nincs teljes egyezés, addig nyilván nem jó. És ehhez a guess submit buttonhoz hozzáadunk egy eseményfigyelőt. Klik, és submit guess. Function submit guess. Most azt, hogy ezt hova írjuk, hogy ide írjuk, vagy feljebb, hogy hova tartozik pontosan, ez egy jó kérdés. Lehet, hogy nem olyan nagy a program, hogy nagyon összekeverednénk így sem, meg úgy sem, most ezt itt hagyom. Tehát itt van a submit guess. Az első feladatunk nyilván az, hogy lekérjük a current guess fieldből a jelenlegi értékét. Tehát let guess value egyenlő ez. Current guess field pont value. És nézzük meg console loggal először a guess value-t és a type of guess value-t. Hogy ez vajon string lesz, vagy egész szám lesz. Ezt nyilván érdemes megnézni, mert különben az összehasonlításnál össze tudunk kavarodni. Tehát 55-öt beírok, tipp beküldése, és látszik, hogy újra töltődött az űrlap. Itt van a guess egyenlő 55, csak újra betöltötte az oldalt. De ez nem gond, mert ugye a submit guessnek megtanultuk, hogy van egy esemény objektuma, ugye sokan ezt elfelejtik, és akkor debugolják egész hétvégén, hogy na itt most mi volt a probléma. És itt írjuk, hogy event.preventDefault. És ezáltal megakadályozzuk az űrlap beküldését, tehát most ezt a kérdőjeles részt ezt ki is törlöm, beírjuk a 74-et, beküldjük, és látszik, hogy megkaptuk a 74-et, és hiába number az input mező, ettől még stringet kapunk végeredményként. Tehát, akkor itt a guess value az egy string. Nézzük meg, hogy mit kellett csinálnunk a 4-es lépésben. Alert-tel kellett volna kiírni, hogy klik. Hát ennél mi jóval többet csináltunk, azért alert klik, hogy tudd ellenőrizni, hogy követted az utasításokat. Nyilván ezt ideírom. Tipp beküldése, és klik, hoppá, akkor is előrtözik, amikor hibás a végeredmény. Akkor is előrtözik, amikor hibás. Nézzük meg, hogy ennek mi az oka. Az egyik oka az, hogy nem adtunk required attribútumot. Tehát most megpróbálom beküldeni, még mindig klikkel nyilván. Nézzük meg, frissítem, és klik. Tehát, akkor ilyenkor meg kell nézni, hogy a számkitalálónkban mi történik pontosan. És ebben az esetben meg kell nézni a guess value-t, hogy mit ír ki. Egy üres stringet, és ez egy string. Úgyhogy írhatjuk azt, hogy number.parseInt. Vagy csak egyszerűen number konstruktor, tehát azt is lehet, hogy csak beadod a numbernek, hogy number current guess field pont value. És akkor tipp beküldése üres stringnél not a number. Az e az is not a number. Ha túl nagy,
akkor az egy magas érték és az egy number. Tehát elvileg be tudunk küldeni egy és százon kívül is értékeket, tehát akár még azt is, hogy mínusz 444, és azt is be tudjuk küldeni. Tehát majd később jönnek a hibaüzenetek, amelyeket szintén ki kell írni, de itt az a lényeg, hogy ugye a felhasználó klikkelését azt megoldottuk, hogy klik, és validációra még nem szerződtünk a négyes lépésben, tehát akármit is írunk itt, ez extra munka volt a következő lépésekre. Tehát azáltal, hogy a prevent default megvan, és kiírtuk azt, hogy klik, elvégeztük a négyes lépést. Na most a beküldött tip kinyerése az eseménykezelőben az input mezőből, ez is kész. Tehát a négyes, ötös lépéseket mind megoldottuk. Most viszont jön a hibás tip formátum esetén megjelenő hibaüzenet. És itt bizony hibaüzeneteket kell megadnunk, két esetben is. Ha a number.isNAN guess value, tehát not a number a végeredményünk, akkor lesz egy hibaüzenet. Egyébként, ha a guess value az kisebb, mint egy, vagy a guess value nagyobb, mint 100, akkor meg lesz egy másik hibaüzenet. Tehát ezeket a hibaüzeneteket meg kell majd jeleníteni valahogy. A fő kérdés az, hogy a bootstrap ezt hogyan csinálja. Itt vagyunk a bootstrap oldalon, és nézzük az űrlapokat, validáció. Nézzük, hogy hogy működik. Submit form, itt van például egy validációs megoldás. Mondjuk ideírjuk, hogy mínusz 4, ez egy helyes zip, hoppá. És itt type egyenlő checkbox, van egy címkénk, van egy invalid feedbackünk, és nézzük meg, hogy a zipnél ez hogy működik. Itt annyi, hogy required, és van egy invalid feedbackünk. Form label, form control, és class egyenlő invalid feedback. Ezt le is tesztelhetjük itt HTML-ben, hogy ez hogy néz ki. Tehát itt a form control alatt van az invalid feedback. Adj meg egy helyes tippet. Itt összesen ennyi a feedbackünk, most nem visszük túlzásba. Megpróbáljuk beküldeni, és itt mégis klikkelünk. Nézzük meg újra, megpróbáljuk beküldeni a tippet, itt most nem nagyon működik ez az egész. Min 1, max 100, step 1, required. Tehát itt most a validáció az külön nem működik. Nézzük meg, hogy még milyen lehetőségünk van. Nyilván azt is lehet, hogy egyszerűen csak valami hibaüzenetet írunk ki, mint például itt. Tehát kliens oldali validáció is invalid, is valid és invalid feedback. Ezek az osztályok. Tehát valid feedback az azt jelenti, hogy looks good. És itt form control is valid. Van ilyen, hogy is valid, és van ilyen, hogy valid feedback. És van olyan is, hogy is invalid. Nézzük meg. Itt van az érték, és ha ideírjuk azt, hogy is valid, akkor kapunk egy pipát. Az is invalid, nál pedig kapunk egy ilyen felkiáltó jelet, és akkor már megjelenik az adj meg egy helyes tippet. Tehát az is invalid osztályt kell hozzáadnunk ehhez az értékhez.
Na most mutatok egy újdonságot, egy kisebb újdonságot. Amikor kattintunk akárhol, akkor a dokumentumon belül, akkor debugolási szempontból tudjuk használni a dollár nullát. Tehát ez a jelenlegi csomópont, amelyre kattintottunk. Ezelőtt a label-jére kattintottunk, ha minden igaz, az a dollár egy. És mindig, ha új helyre kattintunk, az lesz a dollár nulla. A dollár nulla meg átmegy a dollár egybe, a dollár egy a dollár kettőbe, stb. Akkor nézzük meg, hogy hogyan tudjuk az osztálylistát elérni a dollár nullában ebben az input mezőben. Ugye a forráskódunkban majd valami változóval fogunk erre hivatkozni. Dollár nulla.classList. Ez az osztálylista. És az osztálylistát így tudjuk szerkeszteni, van az add, meg a remove, meg a toggle. Az add az hozzáad, a remove az töröl, a toggle pedig úgy változtat, hogy ha ott van már az osztálylistában ez az osztály, akkor elveszi, ha nincs ott, akkor hozzáadja. Most egy remove-ot fogunk nézni. Is invalid. És ezzel eltöröltük a validációt, az add, del pedig hozzáadjuk. Tehát fogjuk ezt az értéket, és a JavaScriptben hozzáadjuk, vagy eltöröljük. Csak nem dollár nullát adunk ide, hanem az input fieldet fogjuk használni, ez pedig a current guess field. Ugye ezért hoztuk létre ezeket a szereplőket, mert ezt legalább háromszor használjuk. Else-ben pedig töröljük az isInvalid-ot. Ha nincs ott az osztály, akkor a törlés nem csinál semmit. És az isInvalid mellé nem kell csinálnunk, úgy néz ki, semmit. Nézzük meg, hogy működik maga a program. Tehát tipp beküldése, klik, adj meg egy helyes tippet, nem helyes a tipp. Nézzük meg az 555-öt, tipp beküldése, adj meg egy helyes tippet. Na most egy érdekesség van, hogy amikor változik a tipp, akkor abban az esetben nem lenne rossz ezt a hibát elvenni a felhasználói interfésztől, hogy adjunk egy visszajelzést a felhasználónak. Ezt is meg tudjuk tenni, mégpedig úgy, hogy magához az input mezőhöz, a current guess fieldhez rendelünk egy eseményfigyelőt. Ez nem volt része a feladatnak, ez csak egy extra, amit bemutatok. Add event listener. És itt a click helyett azt írjuk, hogy change, mint megváltozni. És remove validation. És ide írjuk, hogy function remove validation. És ez gyakorlatilag ez a classList.remove lesz. Remove guess validation, pontosabban, hogy az elnevezésünk is pontos legyen. Tehát a remove guess validation itt van, és a class listtal ugye remove-oljuk, azaz töröljük. Nem rossz ilyen esetben nyilván helyettesíteni magával a függvénnyel. És ha már ezt az interfészt megírtuk, akkor írjuk meg azt, hogy function add guess validation. Hát, ha valami mást kell itt még tennünk. Nem valószínű, csak így lesz szimmetrikus a megoldás, és így esetleg egy kicsit még olvasható is. Olvashatóbb is. Oké, akkor ezzel megvagyunk. Tipp beküldése, megkaptuk a hibát. Na most adok egy backspace-t. Na most itt az van, hogy sajnos a change az akkor tüzel, ezt tüzelésnek hívják egyébként, nem félreérteni. Ez akkor tüzel, amikor a fókuszt elveszti ez a dokumentum, mert akkor megváltozott az értéke. Tehát validáljuk 350, tipp beküldése, megjött a klik, hiba. Ha itt adunk egy 6-ost, akkor nem történik semmi. Ha töröljük a 6-ost, meg a 3-ast is, nem történik semmi.
A validációhoz el kell kattintanunk. Ez esetben lehetne valamilyen más értéket is néznünk. Tehát a change helyett azt is nézhetnénk, hogy ennek a current guess fieldnek itt valamit csinálunk az értékével. Na most vagy megváltoz, vagy elfogadjuk, hogy ez így működik. Vagy a másik lehetőség pedig, hogy a change mellett, vagy akár helyett, írhatnánk azt is, hogy keypress. Ez esetben adunk valami számot, beküldjük, validáció hiba. Itt megnyomunk egy gombot, és sajnos még mindig nem jó, mert nem reagál erre a keypressre. Most már reagált, látod. Tipp beküldése. Tehát most nyomok egy gombot, szó közt, hiába nem változott az érték, a keypressre megcsinálta a validációt. Csak hogy az előbb néztünk egy backspace-t, és erre nem reagált. Tehát mindig vigyáznunk kell, hogy mit szeretnénk pontosan. Lehet egy harmadik lehetőség is. A harmadik lehetőség pedig az, hogy a keypress helyett és a change helyett azt írjuk, hogy focus. Írhattuk volna azt is, hogy blur, amikor elveszíti a fókuszt. A fókusz pedig azt csinálja, hogy ugye itt van a hibás input mezőnk, rákattintunk, már el is veszi a validációt, mert tudja, hogy azért kattintottál rá, hogy egy nap majd változtatni fogsz rajta valamit. Nem egy nap, hanem egy pár másodperc múlva. Esetleg lehetne még egy olyat is csinálni, hogy abban a pillanatban, amikor blurrel a fókuszt elveszti az input mező, vagy change-el az értéke megváltozik, akkor validálunk. Validate. Validate guess. Function validate guess. Ebben az esetben azt kell csinálnunk, hogy, tehát pont azt, mint ami itt volt. Lekérjük a guess-nek az értékét, és itt most nem írjuk ki, de add vagy remove-val a guess validation-t megváltoztatjuk. Amennyiben ilyen vagy olyan az értéke. És akkor ezt a validate guess-t, ezt akár használhatjuk ebben a másik függvényben is. Tehát ezt töröljük, és csak annyit írunk, hogy validate guess. Hiába kérjük le itt még egyszer a guess value-t, az nem gond. Esetleg visszaadhat ez a validate guess nekünk egy boolean értéket, return false, itt return false, itt pedig return true. Kicsit csúnyán lett ez megírva. Esetleg megírhatjuk úgy is, hogy vagy not a number az értéke, vagy kisebb, mint egy, vagy nagyobb, mint 100. És akkor ezt az értéket már nem kell külön megírnunk, úgyse lesz más a hibaüzenetünk. És ebben az esetben, mivel ott return-nál kiléptünk, ezért nem kell elszág. Hanem egyszerűen csak akkor jutunk el a 46. sorba, ha nem tértünk vissza a függvényből a 44-ben. Tehát ez lesz a validate guess. És ha a validate guess az igaz, tehát validate guess. Itt az elnevezéssel nem vagyok teljesen kibékülve egyébként, mert lehet egy ilyen, hogy is valid,
de egyben meg is jeleníti a validációt. Tehát ez egy igaz vagy hamis értéket ad, amennyiben helyes, akkor írjuk ki a klikket. Akkor itt egy-két dolgot átírtunk ebben a programban, még mindig szép és olvasható az elnevezések ellenére is. Tehát tipp beküldése, adj meg egy helyes tippet. 224, adj meg egy helyes tippet. Tipp beküldése, megint adj meg egy helyes tippet. Most helyes a tipp, most hibás a tipp. 65, beküldjük a tippet, minden oké. 654, beküldjük a tippet, nem klik, nem írodik ki a klik. Tehát úgy néz ki, hogy működik a programunk, és úgy néz ki, hogy itt már egy kicsit túlragoztuk ezt a validációt, de ebből is látszik, hogy mennyi mindent tud a JavaScript. Ha te összesen annyit csináltál, hogy kiírsz valami hibaüzenetet, esetleg kiszínezted valamilyen piros színnel, vagy valami hasonló színnel, ami hibaüzenet, és csak akkor jeleníted meg inner HTML-lel például, amikor hibás az érték, és csak azután, hogy beküldted a tippet, megoldottad helyesen a feladatot. Én itt most extra dolgokat csináltam, bootstrap validációt mutattam be, fókusz eseményt, blur eseményt, még a billentyűzet kezelésbe is belementünk egy kicsit, tehát egy-két dolgot tanultunk ahhoz képest, mint ami a minimum követelmény lett volna. Oké, akkor ezzel megvagyunk, és a hatodik lépés úgy néz ki, hogy kész. Mindenképp 1 és 100 között lesz az érték. Azért teszteljük le, hogy mi van akkor, ha azt írjuk, hogy 2.55. Tipp beküldése, klik. Hoppá, ez nem jó. Ez nem jó. Mert van benne egy pont, és mégis engedi beküldeni. Nézzük meg, hogy mi történne akkor, ha a beküldésnél a prevent default csak abban az esetben történik meg, ha helyes a guess. 2.55. Tipp beküldése, klik. Ezzel az a probléma, hogy sok idő a prevent default önmagában. Visszaadtuk a prevent defaultot az elejére. És elfogadjuk, hogy 4.66-ot is tudunk írni például. Na most, hogyan tudjuk ezt az egészet megoldani? Van egy-két ötletünk, nézzük meg az ötleteket. Tehát neked is legyen ötleted először is. Az első ötlet, hogy a guess az legyen egyenlő mondjuk 4-jel, jó? És a number.parseFloat guess a szintén 4, ha ez egyenlő a number.parseInt guess-szel, akkor nézzük meg, hogy mi történik. Ebben az esetben igaz. Most legyen a guess az 4.0. Itt is igaz. És legyen a guess 4.00001. Ebben az esetben viszont már hamis. Tehát lehet egy ilyen tippünk, vagy egy ilyen feltételünk, hogy egész szám, ebben az esetben egész szám az érték. És ezt a feltételt bele tudjuk szőni a validációba. Tehát let is integer is guess integer. Tehát magyarul ez van tip egész szám, hogy azt kérdezzük meg, hogy egész szám a tip. Ez egy ilyen változó név. Is guess integer egyenlő. És ezt a boolean kifejezést adjuk meg neki. Csak itt nem az van, hogy guess, hanem az van, hogy guess value. Jó, készen vagyunk. Is guess integer. És ha ez nem igaz, hogy egész számról van szó, vagy
a guess value not a number, vagy a guess value kisebb, mint egy, vagy a guess value nagyobb, mint 100, akkor hibásnak ítéljük. És akkor nézzük meg, hogy mi történik, ha beírom a 6 pontotot. Tipp beküldése még mindig klikkel. Na itt most valami érdekesség van, mert nézzük is meg debuggerrel. Tehát 6,5-nél tartottunk. Tipp. Is guess integer true? Na ez vajon miért van? Nézzük meg. Guess value. 6. Tehát itt az történik valójában, hogy hiába adtunk meg 6,5-öt, az értéket csonkolja a JavaScript. És nem hajlandó ezt megváltoztatni. Ez egy kicsit érdekes, mert én nem így emlékeztem erre. Nézzük is meg a Google Chrome-ot. Tehát beírom azt, hogy 6,5. Konzol. 6,5. Tipp beküldése. Debugger. Az isGuessIntegger itt is true, és a guessValue itt is 6. És akkor megyünk tovább. És nyilván egész számként jelenik meg az érték. Ebben az esetben esetleg még azt megtehetjük, hogy ahelyett, hogy megengedjük az egész számokat, vagy ezeket a valós számokat, ahelyett visszaírjuk a guess value-t a tipbe. A validációban, validációs részben. Mégpedig úgy, hogy automatikusan töröljük a tizedes pontot és az utána lévő részeket. Esetleg ezt megtehetjük a validate guess-nél, és ahelyett, hogy azt írjuk, hogy is guess integer, és akkor ezt a próbálkozást kitöröljük, ahelyett visszaírjuk a guess value-t. Ez oda-vissza működik egyébként. Tehát beírjuk azt, hogy 6,5, elvisszük a fókuszt, és látod, a tizedes pont után egy rész törlődik. 6 pont, 0, és megkapjuk a 6-ot. A pontot valamiért nem törli, de ez legyen a legkisebb problémánk. Látod? Törlődött 111-re, és adj meg egy helyes tippet. Sokkal szebb a megoldás így. És akkor nem kell a validációval bajlódnunk, hogy tizedes pont után van valami. És megoldottuk ezt a problémát, hogy csak és kizárólag egész számot írunk be. Tehát git status, git add pont, git commit minus m, form validation, git push. Kész a 6. lépés. Jöjjön a 7. lépés. Most azt fogjuk csinálni, hogy összehasonlítjuk a helyes tippet a generált számmal. Ez egy viszonylag gyors megoldás lesz. Tehát az alert click helyett megnézzük a guest és a targetet. És ide azt írom, hogy compare, mint összehasonlít. Compare guess and target. Ugye az esetek nagyon nagy részében, amikor endet teszel egy függvénynévbe, az egy hibás függvénynév lesz. Ennek az az oka, hogy az emberek többsége úgy használja a függvényneveket, hogy csinálja meg ezt, utána csinálja meg azt, ami az end bal oldalán és jobb oldalán van. Ez hibás, ilyenkor két külön függvényt kéne létrehozni. De amikor két dolgot összehasonlít, az a bal oldalt meg a jobb oldalt, az egy művelet, egy valamiről szól a függvény, és itt helyes az end. Tehát function, azt is lehet, hogy compare guess to target.
És itt megadjuk neki a guest. És három lehetőség van, a guest az kisebb, mint a target, vagy a guest az nagyobb, mint a target, vagy egyenlő a kettő. Ez a három lehetőség van. És mindhárom esetben, most egyelőre csak konzollogozunk, a keresett szám nagyobb, most ékezetek nélkül csak úgy kiírom. Legyen csak az, hogy nagyobb, jó? Mert majd még úgy is változtatni fogjuk. Itt van az, hogy kisebb. Itt pedig az, hogy talált. És akkor nézzük meg, játszunk egy kicsit. Tehát betippelem az 50-et. És guess is not defined. Nézzük meg, hogy miért 39. sor. Persze, mert guess value a valós érték. Elmentjük. Tehát 50-et tippelünk, nehogy már talált legyen. És mindig talált. Akkor ja persze, mert nem generálunk új értéket. Tehát not a number, ez üres. Keressük meg az 50-et először, tipp beküldése nagyobb. A keresett szám nagyobb, akkor 75, kisebb, 67, kisebb, akkor 58, nagyobb, 63, nagyobb, 65, nagyobb, akkor 66, és talált. Tudunk játszani, de még csak konzolon. És ezáltal a 7. lépés kész. A következő lépésben ugye ezt a tipplistát fogjuk most újra elővenni, a HTML-je már megvan, ott van a HTML fájlban, és a végén pedig megoldjuk azt, hogy a játék be legyen fejezve. Azaz, amikor eltaláljuk, akkor már ne lehessen újat tippelni. Ez lesz az utolsó két lépés.